Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Érkezzenek műsorunk elején a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Koszovóról beszélt a köztársasági parlamentben a szerb államfő. Öt magyarországi párt szerzett mandátumot a vasárnapi európai parlamenti választáson. Az Európai Néppárté lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben a választások után. Elfogták a pénteki újvidéki hármas gyilkosság gyanúsítottját. Koszovó kapcsán fontos feltenni a kérdést, hogy miben hisz a szerb nép, a hazugságokban vagy a keserű igazságban, mondta Alekszandar Vučić szerb államfő a köztársasági parlamentben ma Belgrádban. Etnikai arányok történelmi visszatekintés az albán-szerb viszonyok rendezése. Szinte minden kérdéskört érintett a szerb elnök, amely az elmúlt években felmerült Koszovó kapcsán. A mai rendkívüli parlamenti ülésen egyébként jelen volt a kormányfő, az összes kormány tag, a diplomácia képviselői, valamint a koszovói szerb intézmények vezetői is. A szerb államfő szerint amennyiben az ország nem változtat saját hozzáállásán, amennyiben nem változnak a demográfiai mutatók, súlyos problémákkal kell szembenéznie Szerbiának. Az évek során mind Koszovóban, mind pedig a Balkánon komoly etnikai változások történtek. Alekszandar Vučić kiemelte, 2100-ra, amennyiben nem változik a népszaporulat, kétszer több albán lesz a Balkánon, mint szerb. Ami Koszovót illeti, az 1960-as évektől kezdve indultak meg drasztikus változások a nemzetiségi összetétel kapcsán. 61-ben je bilo oko 100.000 srpske dece u školama, 99-te smo imali 59.000 srpske dece u školama, danas imamo svega 16.000 srpske dece u školama. Samo da vidite kolike su razmere nacionalne katastrofe kroz koju je naš narod prošao. Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök két lehetőséget vázolt fel a szerb-albán kapcsolatokkal összefüggésben. Vagy megtörténik a megegyezés, vagy pedig hosszú álló konfliktus alakul ki a két fél között, amelyet időszakosan összetűzések szakítanak meg. Ez pedig rendkívüli következményekkel járhat a szerbiai demográfiai folyamatokra. Leszögezte, a megbékélés kell, hogy legyen a cél az albánokkal. Mi pokusavamo da vratimo Srbiju život, da vratimo Srbiju u razgovore, da vratimo, da prvo očuvamo mir i političku stabilnost, jer više nemamo glava za gubljenje, više nemamo dece za bacanje, valjda nije trebalo nikada imamo. Istovremeno, čuvajući političku stabilnost, gledamo da zemlju izvučemo iz bankrotstva, gledamo da podignemo ekonomiju, jer podizanjem ekonomije povećavate šansu da nam ljudi ostanu u zemlji, da nam ne beže iz zemlje. Podizanjem ekonomije povećavate nadu za normalan život u budućnosti. A szerb államfő Oliver Ivanović koszovói szerb vezető meggyilkolásáról is szót ejtett, de történelmi távlatokról is beszélt Koszovó kapcsán. Részletesen leírta, hogy szerinte melyek voltak azok a problémák, amelyek a jelenlegi helyzethez vezettek. Leszögezte, nem kell többet arra számítaniuk a szerbeknek, nem kell attól félniük, hogy erőszakcselekményeknek lesznek kitéve. A szerb-albán viszony kapcsán elmondta, a kompromisszumra kell törekedni, és amennyiben Pristina visszavonja a szerbiai termékekre kivetett 100%-os vámot, ő mint köztársasági elnök arra törekszik, hogy megoldás szülessen a két fél között. Za mene je važno šta će ostati iza nas i hoćemo li ostaviti budućnost za našu decu. Zato sam se za ovo borio, zato sam ponosan na ovaj izveštaj i zato sam ponosan na sve vas koji razumete šta je istina i koji razumete da moramo da se borimo i da je mnogo borbe pred nama. Vučić hozzátette, Szerbia folyamatosan az elmúlt időszakban nyomásgyakorlásnak volt kitéve a nemzetközi szervezetek részéről. Mindennek ellenére és a koszovói vezetés által tanúsított lépések ellenére is sikerült megőrizni a Szerbiának az ottani kulturális értékeket. Azt is elmondta, hogy egyértelműen látszik az, hogy Pristina jelenleg nem nyitott a párbeszédre Belgráddal.
A szerb államfő beszéde után a köztársasági parlament képviselőcsoportjainak vezetői szólhattak hozzá Alekszandar Vučić szerb államfő Koszovóról szóló jelentéséhez. Mindannyiuknak 20 perc állt rendelkezésére. Elsőként Dragan Marković Palma, az Egységes Szerbia vezetője elmondta, támogatják a szerb elnök jelentését, ugyanis javult valamelyest a koszovói szerbek helyzete. Csedomir Jovanović, a Liberális Demokrata Párt elnöke felszólalásában egyebek között azt a kérdést tette fel, hogy melyik az a keserű igazság, amiről a szerb elnök beszélt, ugyanis szerinte az nem derült ki. A parlament ülése jelenleg is tart az eseménnyel, későbbi híradásainkban is foglalkozunk. Öt magyarországi párt szerzett mandátumot a vasárnapi európai parlamenti választáson. A szavazatok 99,9%-os feldolgozottságánál a Nemzeti Választási Iroda előzetes adatai alapján a legtöbb EP képviselőt a Fidesz-KDNP listája küldi Brüsszelbe. A Fidesz-KDNP listája 52,14%-ot szerzett az EP voksoláson, ami 13 mandátumot jelent. A DK 16,26%-ot kapott, amiért 4 képviselői hely jár. A Momentum 9,92%-ot ért el, ez 2 mandátumot ér. Az MSZP Párbeszéd 1 mandátumot szerzett 6,68%-kal. A Jobbiknak szintén 1 képviselője lehet az EP-ben 6,44%-kal. Az előzetes hivatalos eredményeket a Nemzeti Választási Iroda vasárnap késő este közölte a szavazatok 99,9%-os feldolgozottságánál. A választás hivatalos végeredményét a magyar külképviseleteken leadott szavazatok hazaszállítása és összeszámlálása, valamint a levélszavazatok beérkezése és összeszámlálása után a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, legkésőbb június 14-én. Pálfi Ilona, az NVI elnöke elmondta, amíg meg nem számolt körülbelül 60 ezer külképviseleti és levélszavazat, várhatóan nem befolyásolja a választás eredményét. Az EP választások másnapján napirend előtt szólalt fel a parlamenti plenáris ülésén Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Az eredményeket ismerjük, rekord részvétel mellett a magyar kormánypártok rekord győzelmet arattak, hangsúlyozta. Kormányfőként megköszönte mindenkinek, aki szavazott. Szavai szerint Magyarország bebizonyította, hogy Európa mi hazánk is. Elmondta, a választók arról döntöttek, hogy új brüsszeli vezetésre van szükség. Reális célkitűzésnek tartja, hogy a magyar növekedés nagyobb lesz, mint az EU-s, illetve hamarosan gazdasági akciótervet terjeszt a parlament elé. Az EP választás kapcsán a magyar miniszterelnök hozzátette, egyértelmű, hogy a választók támogatják a Fidesz családpolitikáját is. A vajdasági magyarok szívből örülhetnek, a Mi listánk győzött, így értékelte a Fidesz-KDNP európai parlamenti győzelmét Pásztor István a Pannon RTV-nek Budapesten. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönetet mondott annak a mintegy 50 ezer vajdasági magyarnak, aki szavazott, valamint az aktivistáiknak, a párt helyi szervezeteinek és mindenkinek, aki segített a mozgósításban. Pásztor szerint a mostani egy közös siker, amely azt bizonyítja, hogy ha egy irányba tartunk, akkor nagyon komoly sikereket tudunk felmutatni. Mint egy 50 ezeren szavaztak a 70 ezer szavazati joggal rendelkező vajdasági magyarból, ami több mint 70%-os teljesítményt jelent, és ilyen szempontból a választási iroda vezetőjének az elismerő mondata azt gondolom, hogy teljesen tárgyszerű. Az pedig, hogy kevesebb vagy aránylag kicsi az érvénytelen szavazatoknak a száma, az bizonyítja, hogy a terepi munka, az aktivisták munkája nagyon-nagyon fontos annak érdekében, hogy a leadott szavazatok azok érvényesek legyenek. Átlagosan 50,95%-os volt a részvétel az európai parlamenti választásokon, ami magasabb, mint az elmúlt 20 évben bármikor, jelentették be vasárnap éjszaka Brüsszelben. Ez volt az első alkalom, hogy az EP képviselők közvetlen megválasztásának 1979-es bevezetése óta növekedett a részvétel az előző választáshoz képest. Az 5 évvel ezelőtti választáson 42,61%-os volt a részvételi arány.
A mostani választáson 60% fölötti részvételi arány Belgiumban, Luxemburgban, valamint Dániában, Máltán, Németországban és Spanyolországban volt. Az első két országban azonban kötelező volt a részvétel. Belgiumban ráadásul szövetségi és tartományi parlamenti választást is tartottak. A legalacsonyabb 30%-nál alacsonyabb arányt Szlovákiában, Szlovéniában és Csehországban regisztráltak. Az EP közel végleges eredményeken alapuló mandátumbecslése szerint a konzervatív erőket tömörítő Európai Néppárt 180 képviselőt küldhet az Egyesült Királyság Európai Uniós kilépésének halasztása miatt az újabb ciklus elején továbbra is 751 tagú testületbe. A második helyezett szociáldemokraták 145, a harmadik liberálisok pedig Emmanuel Macron francia elnök pártjával együtt 109 mandátumot szereztek. A zöldek frakciója 69 tagú lehet, és így megelőzi a jelenlegi harmadik legnépesebb képviselőcsoportnak számító európai konzervatívok és reformereket, amely a brit kormánypárttal kiegészülve 59 helyre számíthat ebben a régi új konstellációban. A hatodik legnagyobb frakció 58 képviselővel a Matteo Salvini olasz belügyminiszter által létrehozott radikális jobboldali népek és nemzetek Európai Szövetsége. Ezt követi 54 helyjel az olasz Ötcsillag mozgalom és a Nigel Farage vezette brit Brexit párt szövetsége, amely eddig Szabadság és közvetlen demokrácia Európája néven működött. A legkisebb frakciót a patkó bal szélén ülő Egyesült Európai Baloldal, északi zöld baloldal fogja adni, előreláthatólag 39 mandátummal. A függetlenként politizálóknak 8 mandátumot jósolt az EP, az egyéb kategóriába pedig 30 képviselőt soroltak. Az Európai Parlament csak az EP választási csúcsjelöltek közül választ elnököt az Európai Bizottság élére, jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje Münchenben. Hozzátette, a brüsszeli bizottság vezetőjének megválasztásán az EP-ben nem lesz többség olyan jelölt számára, aki nem volt csúcsjelölt, aki nem mutatta meg arcát és programját, aki nem mutatta be magát az embereknek. Elmondta, hogy már ma megbeszélést kezd az EP szociáldemokrata liberális és zöld párti frakciójának vezetőjével. Weber elmondta, a széleskörű együttműködés megvalósulásának a híve, de szélsőséges bal és jobb oldallal nem tudja elképzelni az együttműködést, tehát olyan erőkkel, amelyek nem hisznek az európai szellemben. We are facing a shrinking center of the European Parliament, the center of those parties who believe in the future of Europe, who wants to strengthen Europe, who wants to have an ambitious approach for the future of Europe. That is what we are facing, a shrinking center. For the EPP, today's feeling is not a feeling of, first of all, of victory, because we are losing seats. What we can say is that we are happy to be again the first group in the European Parliament, to be the biggest group, to be in the first row. That is what we are happy about. But again, we also see that we lose seats. A politikai családom helyeket vesztett az Európai Parlamentben, mondta Franz Timmermans. Helyeket vesztettünk, emiatt szerénynek kell lennünk, de optimista is vagyok, részletezte az Európai Szocialisták Pártjának csúcsjelöltje az előzetes eredményeket taglaló sajtótájékoztatóján. Timmermans hozzátette, a szociáldemokrata frakció együtt fog működni más progresszív pártokkal az EP-ben. Ez jelentheti a zöldeket, a liberálisokat, de akár a szélső baloldal. People want us to do something about the climate crisis urgently. People want us to make sure that social injustice is also tackled at the European level. People want us to make sure the big corporations finally start paying fair taxes. And people want us to make sure that we can work together with fellow Europeans to solve the problems that we can no longer solve only at the national level. Elvesztette az ellenzék által kezdeményezett bizalmatlansági indítványt Sebastian Kurz, osztrák kancellár, és vele együtt a kormány. Az indítványt megszavazta a szocialista SPÖ, az eddig a kormánykoalícióban résztvevő Szabadságpárt, az osztrák Szabadságpárt és a JEC.
Ez pedig meghaladta az eltávolításához szükséges 92 mandátumot. Egy hete hatalmas belpolitikai botrány tört ki Ausztriában. A Spiegel és a Süddeutsche Zeitung videófelvételeket mutatott be egy 2017-es ibizai találkozóról. Az FPÖ vezetője Hans Christian Strache alkancellár a választások előtt néhány hónappal közbeszerzési győzelmeket ígért egy állítólag Vladimir Putyinhoz köthető orosz nőnek, ha az megveszi Ausztria legbefolyásosabb bulvárlapját, és a kampányban Strache eszközévé teszi. Hans Christian Strache a botrány kirobbanását követően lemondott nem csak az alkancellári címéről, hanem a pártbeli funkcióiról is. Ennek nyomán a Kurz által vezetett osztrák néppárttal alkotott kormánykoalíció is felbomlott, és részben szakértőkből álló kormány jött létre. Ausztriában szeptember elején előrehozott parlamenti választást tartanak. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint megölte volt feleségét és annak szüleit pénteken Újvidéken, a Telep város részben, a Petőfi Sándor utcában. A 36 éves Gorán Jankovics veterniki gumajavító pénteken reggel kalapáccsal ütötte agyon a 32 éves Mirjana Jankovicsot, valamint szüleit, az 57 éves Branislav Pájicsot és a szintén 57 éves Náda Pájicsot. A gyanúsított, miután elszökött a helyszínről, 3 napig bujkált. Az újvidéki rendőrség helikopterekkel és különleges egységek bevetésével találtak rá. A férfi féltékenységből gyilkolhatott. Korábban családon belüli erőszak miatt eltiltották attól, hogy volt felesége és családja közelébe menjen. Nem hivatalos információk szerint 2 gyermekük végignézte a gyilkosságot. Nézzük, mivel foglalkozunk a híradó folytatásában. Túl sok az eső, ezért kárba veszett a bőséges földjeper termésjava, mondják a gyümölcstermesztők. Új napkollektorokkal szerelik fel a Bácskosút falvi rekreációs központot. A jóból is megárt a sok, mondják az északbácskai termelők. A tél végétől tavasz közepéig tartó 2 hónapos szárazságot a hetek óta szinte szűnni nem akaró csapadék váltotta fel, amelyet csak időnként szakít meg egy-egy perzselő napsütés. A homok ugyan elnyeli a vizet, de a párás, nedves levegő kedvez a gombabetegségek terjedésének a gyümölcsösökben. A bőséges földi eper termés java is kárba veszhet. A túl sok csapadékot a királyhalmi homokvidéken elsősorban a földi eper sínylette meg. Szépen elkezdett érni a gyümölcs, az íze is finom, édes, zamatos. Viszont a kipárolgás és a nedves idő hatására rothadásnak indult a gyümölcs, egyszerűen a töveken kezd megfőni a földi eper. Szomorúan nézegette, ott jártunkkor a szamóca bokrokat az egyik helyi termelő. Azt mondta, ideje sincs leszedni, olyan gyorsan érik a gyümölcs, de azonnal megjelennek rajta a foltok, és már is elkezd rothadni. Háznál 120-150 dináros kilónkénti áron tudná értékesíteni, de kevés a vevő, így lekvárt főz belőle. Ahol nem fagyott el, szépen fejlődik a barack. A hozamot illetően nem túl derülátóak a gazdák. Galgóci Margit királyhalmi termelő szerint egyre nagyobb gondot okoz a szélsőséges időjárás. Elég későn metszettük a fagy véget. Viszont most a hosszú szárazság után nagyon sok csapadék egyszerre lehult. Ez jó a baracknak, vagy nem? Hát egyrészt jó, másrészt nem a gombabetegség véget, de különben... Az eső nagyon hiányzott nekik. Csak nem ilyen sok, és nem egyszerre ennyi, mondják a szakemberek. Ábrahám Sándor hajdújárási almatermelő gyümölcsösében tartott éppen terepszemlét. A település egyes részein ugyanis ismét bekövetkezett az, amitől minden évben a leginkább tartanak. A pénteken délután 4 óra körül volt egy nagyon nagy eső, ilyen 20-25 liter tájékán, Hajdukovonak bizonyos területein esett valamennyi jég, ami károkat okozott a gyümölcsben. Nem mondhatnám, hogy tragikus a helyzet, de tökéletes az a termés már nem lesz. Hozzátette, ilyenkor nagyon terjednek a gombabetegségek, ezért szinte minden másnap permetezni kell a gyümölcsöt. Ez alaposan megemeli a termelési költségeket.
Osztrogonát Simon, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tagja szerint is a gyümölcsösökben okozza a legnagyobb gondot a drasztikusan változékony idő. Ugye a párás nedves levegő, ez nagyon kedvez a különböző gombabetegségeknek, a munkát még nehezíti az, hogy szinte nincs olyan nap, mikor nem esik az eső, és hát a permetezéseket nagyon nehéz elvégezni. Arról ne beszélve, ugye, hogy praktikusan 3-4 naponként permetelni kell, mivel a nagy mennyiségű eső lemossalja vegyszereket, így ez eleve már megdrágítja a termelést is. A gyümölcsösöknek most egy hosszabb, napos és meleg időszakra lenne szükségük, hogy a bőséges csapadékot hasznosítva fejlődni tudjon a termés. Az asszály, a belvízkárok és a klímaváltozás a témája Szerbia és Magyarország közös IPA programjának, mely során tervek elkészítése és a kárenyhítés a cél. A programban a Szegedi Tudományegyetem, valamint az Újvidéki Egyetem természettudományi és mezőgazdasági kara vesz részt, illetve a Vajdaság Vizei Közvállalat. Újvidéken összesítették az eddigi eredményeket. A mezőgazdaságban a kevés, de a túl sok víz is károkkal járhat. A szélsőséges időjárás miatt egyre gyakoribbak az aszályos vagy a túl sok csapadékkal járó időszakok, amelyek belvizeket okoznak a termelésben. A hazai és magyarországi szakemberek a károk enyhítésére igyekeznek terveket kidolgozni. Van két mintaterületünk, ez Magyarországon a Dongér, illetve itt Vajdaságban a Csorokzsabjaöblözet, amire részletes vizsgálatokat is végzünk. Műszereket is szerzünk be, tehát a végén az lenne a cél, hogy ezzel a két mintaterületen nagyon részletesen ismerjük meg ezt a vízháztartási szélsőségeknek a dinamikáját, és próbáljunk gyakorlati irányban elmozdulni egy beavatkozási terv, mondhatjuk így, mind a két nyelven tekintetében. Több távvezérlésű állomás és drón segítségével figyelik a talajnedvesség tartalmát és a belvizek megjelenését. A kapott eredményeket pedig feldolgozzák. Ugye az utóbbi évtizedben nagyon-nagyon gyakori volt az asszály és a belvíz jelensége. Nem ritkán ugyanabban az évben jelentkeztek nagyon száraz periódusok, amelyeket utána nagyon nedves periódusok követtek, és ez miatt nyilván nagyon részletesen kell foglalkozni ezzel a témával, mert hatalmas károkat okoznak elsősorban a mezőgazdasági termelésben, de ez mellett számos más effektusa is van, más hatása is van a belvíznek és az asszálynak. A kutatás célja tehát a hosszú távú megelőzés, illetve az, hogy a gazdák megfelelően tudjanak cselekedni a vízgazdálkodási és mezőgazdasági tevékenységek szervezésében. A kutatás összértéke 852 ezer euró, amelyből az Európai Unió 724 ezeret biztosít. Új napkollektorokkal szerelik fel a Bácskosodfalvi rekreációs központot. A beruházás értéke mintegy 1,5 millió dinár. A fejlesztésnek köszönve jobb minőséget, magasabb hőmérsékletet és gyorsabb felmelegedést tudnak majd elérni a wellness részlegben. A 16x25 méteres medence takarítása zajlik éppen a rekreációs központban Bácskosodfalván. Miután megtisztították a lepedéktől, fertőtlenítik és újra fel fogják tölteni a medencét. A karbantartási munkálatok javában zajlanak. A tereprendezés és fűnyírás mellett az új napkollektorok felszerelése is megkezdődött. Eddig 16 napkollektor volt felszerelve, ami a víz hőmérsékletét olyan 28-29, akár néha sikerült a 30 fokot is elérnünk vele. Jelenleg plusz 6 napkollektort vásároltunk, illetve annak zajlik a felszerelése. Ezzel szeretnénk még egy 2-3 fokot emelni a víz hőmérsékletén, a 32-33 fokot szeretnénk az idén már elérni a wellness medencébe. A fejlesztésnek köszönve jobb minőséget, magasabb hőmérsékletet és gyorsabb felmelegedést tudnak majd elérni a wellness részlegben. A beruházásnak a nagysága közel 1,5 millió dinár, két bevételi forrásunkból, az önkormányzati fejlesztési pénzből és helyi járulékból finanszírozzuk ki. Az idei évre ilyen beruházást nem tervezünk, vagyis hát vannak hátsó szándékaink, természetesen a vajdasági turizmus fejlesztési stratégiában Bácskosodfalva mindenféleképpen akar majd szerepelni.
A hagyomány szerint szünidő kezdetekor a reki is megnyitja kapuit, viszont a kedvezőtlen időjárás miatt az idény is tolódhat, mondták az illetékesek. Annyi bizonyos, hogy a belépők ára nem változik a tavalyihoz képest, 5 éves korig ingyenes a belépés, a felnőttek 300, a gyerekek és nyugdíjasok 200 dinárért hűsölhetnek a nyáron Bácskos útfalván. Az idén felújítják az Újvidéki Duna Parkot, Újvidék egyik legismertebb természetvédelmi területét. A munkálatokra mintegy 35 millió dinárt fordít a városi önkormányzat. Újvidék központjában található a város egyik legszebb és legismertebb pihenőhelye, a Duna Park. A közel 34 ezer négyzetméteren elterülő természetvédelmi területen több mint 250 növényfaj található. Mislim da to jako dobra ideja i mislim da bi trebalo malo samo više da se sredi ovo zelenilo, više bi cveća voljela da vidim i više mesta da se sedi za piknik, da se lakše prolazi, neke stazice možda nešto, pošto za sada mi nije lako suda doći, suda se provući, naročito možda neko mesto za decu da se igraju, pošto znam da puno njih vole da odi decu ovde i... Nisam sigurna da li imaju recimo dovoljno česmi sa vodom, jel? Mislim da gore ima negde jedna, nisam primetila. Znači negde bi voda morala da bude za ljude, eventualno i možda još ne znam, ima dovoljno klupa, ima sve. Da ovo jezero bude pristojno, da se lepo očisti, da se sredi, to je to ono što je divno i naravno da mi vodimo računa o njemu. A munkálatok várhatóan ősszel kezdődnek meg, amikor kevesebben látogatják a parkot. A felújítás ideje alatt a parkban élő állatokat egy magánfarmra szállítják majd. Mi smo planirali tri projekta da realizujemo, a to je rekonstrukcija atmosferske kanalizacije, zatim rekonstrukcija jezera koje propušta poslednjih nekoliko godina i trebalo bi staviti novu bazensku oblogu i ono što je takođe bitno, postavljanje zalivnog sistema u celom parku, što znači da se gradsko zelenilo maksimalno prilagođava klimatskim promenama. Minden szükséges engedélyt megkaptak, a munka pedig még idén befejeződik. Hangsúlyozták továbbá, hogy egyetlen fát sem vágnak ki, és a központi tó is megmarad eredeti formájában. 65 diák ballagott el a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnáziumból. A közel 260 tanulót számláló szabadkai iskolából 3 osztályt búcsúztattak fiatalabb társaik. 2 nyelvi és 1 általános tagozat hagyta el az intézményt. Utolsó osztályfőnöki órájukon ülnek a 4 A osztály diákjai. Batyújuk a nyakukban, osztályfőnökök utolsó útravaló szavait hallgatják. Igazából szerintem még nem fogtuk fel, hogy ez az utolsó, úgyhogy annyira hatalmas nagy változás szerintem nincsen. A diákok a 4 év alatt számos tudnivalóval gazdagodtak, amely felkészítette őket a továbbtanulásra. Mindenféle tantárgyunk volt igazából, de aztán mivel angolos vagyok, más, tehát egyre inkább ilyen humán tantárgyakat kaptunk, és az a nyelveken volt a hangsúly, de az mellett nagyon sokféle tantárgyal ugye kiegészítettük a tudásunkat. Ez az időszak azonban nem csak az ünneplésről szól. A végzős diákoknak még az érettségi vizsgán is jól kell szerepelniük. A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium 4 éven keresztül a továbbtanulásra készíti fel a tanulókat. Órán igyekszünk nem csak az elméleti, de a gyakorlati tudást is átadni, közelíteni a mindennapokhoz, tehát egy külön kreatív módszerekkel, tehát egy olyan, amiben a célunk az, hogy megszeressék magát a tanulást, hogy tudjanak a tényanyaggal bánni, gondolkodni, hogy aztán utána maguk is később ezt kamatoztatni és alkalmazni tudják az egyetemi tanulmányaik során. Hatvanöt léggömb repült a magasba a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium előtt. A végzős diákok így búcsúztak iskolájuktól. Elismerő okleveleket kaptak hétfőn a Szabadkai Politechnikai Iskola azon tanulói, akik köztársasági versenyeken vettek részt. A már hagyományosnak számító rendezvényen az intézmény 45 tanulója részesült elismerésben.
A Szabadkai Politechnikai Iskolában a gyakorlati oktatásra helyezik a hangsúlyt. A festő tanulók most is éppen az egyik tantermet újítják fel. Az intézmény tanulói ebben az évben is több köztársasági és nemzetközi versenyen vettek részt. Belgrádban részt vettem az országos grafikai versenyen, harmadik helyezést értem el, és szórólapot kellett csinálnunk, nagyon-nagyon sokat készültünk, tehát a tanáraink mindent megtettek értünk, semmi panaszunk nem lehet. Inkább úgy lelkileg volt nehéz, tehát ott a körülmények, meg a stb., de viszont a feladatok annyira nem, mert tényleg annyira felkészítettek, amennyire csak lehetett minket. Bíró András és Olás Zsolt másodikos tanulók részt vettek ugyan egy köztársasági versenyen, ez alkalommal mégsem értek el helyezést. Az iskolában tartottuk egy kisebb ilyen osztálybelüli versenyt, ott mindketten értik el a legnagyobb helyezést, és akkor ebből dőlt el, hogy mink megyünk nagyobb versenyre. De a jövőre, hogyha megyünk, akkor megpróbálunk minden jobban elérni nagyobb helyezést. Mi a tanulsága ennek a versenynek? Többet kell gyakorolni. A politechnikai iskolában építőipari és földmérői, erdészeti és fa megmunkálási, valamint nyomdaipari szakon folyik a képzés. Mindhárom szakterületen jeleskedtek a tanulók. Az idén mondhatjuk, hogy nagyon sikeresek voltak. Több első helyezésünk is van ezeken a köztársasági versenyen. Többek között a festőjeink lettek, értek el első helyezést. Emellett valójában a nyomdaipari szakterületen is a fényképészeink mind egyéni, mind pedig csapat terén is első helyezést értek el, de több második, harmadik helyezéssel is dicsekedhetünk. Szeptembertől a tervek szerint 9 elsős tagozat nyílik a Szabadkai Politechnikai Iskolában, ebből 2 magyar nyelven. Tavaszváró ünnepséget tartottak az október 10-e általános iskola diákjai. A Szabadkai Gyermekszínház színpadán 100 magyar és szerb tanuló néptáncolt, énekelt és szavalt. Az eseményt nagy érdeklődés övezte, a nézőtér teljesen megtelt. Hagyományápoló ünnepségeinkkel azt szeretnék elérni, hogy megérezzük azt, hogy a világnak, amelyben beleszülettünk, múltja van és jövője. Hagyományápolással nem a régi időket szeretnék visszahozni, hanem megmenteni belőle mindazokat az értékeket, amelyeket megőrizzünk, átadunk, újraélesztünk szülőföldünkön, hazánkban jelenünkért és jövőnkért. Csapadékos, változékony napok állnak előttünk időjárás szempontjából. Tájékoztat a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Holnap a csúcshőmérséklet ugyan 26 fokig emelkedik, azonban bárhol előfordulhat akár nagyobb mennyiségű csapadék is térségünkben, villámlással, mennydörgéssel kísérve. Ez az idő lesz a meghatározó egészen a hét második feléig. Csütörtökön és pénteken napos időszakok nélkül lesz majd esős időjárás 20 fok alatti csúccsal, amely valamelyest kellemesebb lesz a mostani fullasztó, magas páratartalmú időnél. Szárazabb napok a hétvégén lehetnek. A hosszú távú előrejelzések azt mutatják, hogy az előttünk álló június első fele mindenképpen sok csapadékot hoz magával. Novák Djokovic 3-szettes győzelmet aratott a Roland Garros első fordulójában. A világ első szerb teniszező 6-4, 6-2, 6-2-re győzte le a lengyel Hubert Hurkacot. A második fordulóban Djokovic a svájci Henri Laaksonennel játszott. Eddig tartott a híradó. A nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Koszovóról beszélt a köztársasági parlamentben a szerb államfő. 5 magyarországi párt szerzett mandátumot a vasárnapi európai parlamenti választáson. Az Európai Néppárté lesz a legnagyobb frakció az európai parlamentben a választások után. Elfogták a pénteki újvidéki hármas gyilkosság gyanúsítottját.
Köszönjük figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban ismét reggeli Brasnyó és Sánta Zoltán ébreszti a hallgatókat. Szó lesz azokról, akik nem tartják be a közlekedési szabályokat, illetve arról is, hogy Kínában ma már gyorsabb vonattal utazni, mint repülővel. A Szabadkai Magyar Rádióban az aktuális hírek mellett interjúkat és közérdekű információkat hallhatnak Szerbia és Vajdaság mindennapjairól. A Pannon Televízióban mindjárt kezdődik a Kutia, vagyis a Domost című szerb filmdráma magyar felirattal. Tartsanak velünk továbbra is!